Hatházi Ákos az LMP társelnöke, jó estét! Jó estét! 21-én lesz egy rendkívül ülés, az LMP és a Demokratikus Koalíció közösen kezdeményezte, hogy... Az MSZP kezdeményezte és a LMP kezdeményezte. Nem a DK? DK csatlakozott. Csatlakozott. Akkor így pontos, köszönöm szépen. Szóval van egyrészt a felsőoktatási törvény, amely téma lesz, ez a CEU kérdésköre, a másik a devizahitelesek, ugye? Ez utóbbi kapcsán mondták kormánypárti politikusok, hogy eleve nem, a CEU ügyben meg azért eleve nem, mert hát az egy érvényes és általuk már korábban minden módon körüljárt és módosított törvény, tehát azért meg azért nem mennek el az ülésszakra. Akkor mi értelme van egy ilyen rendkívülinek? Én azt tudom mondani, hogy az ember örök optimista. Nyilvánvalóan a mi általunk felvetett kérdés rendkívül sürgős, rendkívül sok kilakoltatás indult meg, már az előző évben is 3000 ember, az is egy rekordszámú kilakoltatás volt, és az idén azt lehet mondani, hogy nagyjából naponta 70 végrehajtási folyamat indul meg. Ezek emberi tragédiák, tehát ugye lehet egy terrorista is tönkretehet emberi életeket, de tönkretehet egy végrehajtás vagy egy kilakoltatás is életeket. Ehhez nem kell, én azt hiszem, nagy képzelőerő, de úgy tűnik, hogy ezt a képzelőerőt, ezt a fideszes képviselők ezt nem akarják használni. Ez nem azért van, mert a kormányzat folyamatosan azt mondja, hogy a devizahitelesek ügyét rendezték, kezelték, nekik ezzel már nincs dolguk, minden rendben van? Hát igen, ha minden rendben van, akkor miről kéne beszélni? Ők ezt mondják, de a számok pedig azt mutatják, hogy soha nem látott számú kilakoltatás és végrehajtás indul. Azt is látjuk, hogy azok az emberek, akik eszemben ez elindul, utána mi lesz? Tehát van valamiféle utánkövetési lehetőség? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye csinált egy szervezet 500 ilyen végrehajtásnak az adatait megnézte, összehasonlította a végrehajtandó ingatlannak a becsült értékét, és összehasonlította, hogy mennyivel tartoznak. És nagyon szépen ebből a táblázatból látszik, hogy a becsült érték az gyakorlatilag a fele annak az összegnek, mint amivel tartoznak. Tehát ezeket az embereket kirakják a házukból, és utána még legalább annyi pénzzel tartoznak, és fizethetnek valahogy, ahogy tudnak, még hosszú évtizedeken keresztül. Nem kell kevés ahhoz, vagy nem kell kevés fantázia, vagy sok fantázia ahhoz, hogy belássuk, hogy ezek micsoda tragédiák, és hogyan mennek így tönkre életek. Tehát még egyszer mondom, nem csak terrorizmussal lehet életeket tönkretenni, ezzel is lehet tönkretenni életeket. Mi az ötletük? Mi az elképzelés? Ehhez képest mi most egyelőre azt mondjuk, hogy egy moratóriumot kell, ami már volt, tehát egy kilakoltatási moratóriumot szeretnénk nagyon sürgősen bevezetni, ezért kértük, hogy vegyük fel erre a rendkívüli ülésre ezt a napirendi pontot is. Nyilvánvalóan van most egy reménysugár, az Európai Uniós Bíróságnak a döntése, amely nagyon komoly fordulatot hozhat ebben a kérdésben, illetve nyilván van egy reménysugár, egy kormányváltás esetén, ugye lehetnek olyan erők az új kormányon, reméljük, hogy olyanok lesznek, meggyőződésünk, hogy olyanok lesznek, akik nem azt mondják, mint a mostani képviselők, mostani Fidesz azt mondja, hogy ez meg van oldva, nincs itt már semmi probléma, az ég adta a világon, be se jövünk. Azt hiszem a Balla képviselő volt ott a házbizottságban, azt mondta, hogy tőlük egyetlen egy ember nem lesz ott, és még nagyon cinikusan azt is mondta, hogy azért felajánlja, hogy hozzuk előre a szavazást, mert hogy úgyse lesznek ott a napirend előtt tikense, és hogy ne kelljen nekünk 20 percet várni a szavazásokra. Ez egy nagyon erős gesztus. Ez egy nagyon durva. Viszont ugye itt vannak az árfolyam gátasok, hát nekik is most jön a fekete leves, lejár az 5 év. Igen. Ott is nagyon komoly problémák lesznek, vagy lehetnek, hiszen kinek az élethelyzete, hogy változott az 5 év alatt, azt ugye innen messziről mi nem látjuk, viszont ő sem láthatta előre. Adott esetben bajban is lehet. Persze, senki, tehát ez nem igaz, tehát az mondani, hogy minden megoldódott, ez egyszerűen nem igaz, és cinizmus az árfolyam gátasok esetén is, de a végrehajtott embereknél is. Nyilvánvalóan ezt meg kell oldani, van egyébként egy alapkeret erre a Magyar Nemzeti Banknál, ott van 260 milliárd forint, amit ők az árfolyam gyöngítésén nyertek. Hát azok mentek az alapítványokba. Azt az alapítványoktól nyilvánvalóan az az első, hogy azt ebbe vissza kell tenni, hiszen ez a devizahitelesek, a legnagyobb része az a devizahitelesek vérén keletkezett, nyilvánvalóan ezt majd hát de lesz belőle szőnyeg, zongora, azt nem is tudom mi minden. El lehet adni, és azt vissza lehet adni a devizahiteleseknek. Volt egy szokásos korrupció infója, egy új témával jött, vagy hát nem is tudom, hogy mennyire új téma ez. Ugye milliárdos támogatásoknak jár a nyomában rendszeresen, most megint talált kutatásokra adott pénzeket, vagy a pénzek nyomát. Igen, sajnos a
ha a korrupció infokon semmi más nem csinálnék, mint bemutatnék olyan projekteket, amik kutatásra, fejlesztésre mentek, akkor tulajdonképpen azzal meg tudnám tölteni, most már a 80. jövő héten jön a 80-nál tartunk, meg tudnám ezeket tölteni. De azért nagy baj, én hagyj idézzem Róna professzor urat, ő mesélt nekünk erről, és ez egy nagyon fontos felvetése. Amikor azt mondja, hogy van egyrészt a menekült krízis, amiről sokat beszélünk, de alap okairól még kevesebb, nagyon keveset, ugye a klímakrízis is lehetséges, de van egy másik dolog, az iszlám államok összeomlanak. Az iszlám államok összeomlásának az egyik fő oka, hogy most megváltozott a világ. És most már nem az ásványkincsek, nem attól lesz egy ország erős, hogy mennyi ásványkincse van, hanem az, hogy milyen technológiai újítások vannak, mennyit kutatnak, mennyit fejlesztenek. És ő felhívta a figyelmet Róna professzor úr arra, hogy nézzük meg, hogy hány szabadalom jön az arab országoktól, gyakorlatilag nincs értékes szabadalom. Most Magyarország lecsúszik a kutatásban és fejlesztésben, az elmúlt hetekben látott napvilágot egy Európai Uniós ranglista, ahol azt mondták, hogy az eddigi 21. helyről a 23-ra sorolódtunk, ahhoz képest, hogy rengeteg milliárd forintot adnak ezekre a pénzekre, és a mai napon is egy ilyen egészen kirívó és elképesztő példát láttunk. A úszóbetont kellett feltalálni, vagy kifejleszteni, de ugyanabban a projektben két cégnek is adtak teljesen ugyanarra 1-1 milliárd forintot. És amikor egy kicsit ezt megnéztük, akkor láttuk, hogy úszóbeton, ez már régóta létezik. Én magam is a Tiszaparton léteznek, ott úsznak rajta. Tehát ez nem az, amiben most ugrottak az úszóvilágban, nem az úszóbeton, ez egy beton tömb, amit úgy építenek, hogy az a vízen tudjon úszni, de ez egy létező technológia, és amikor egy picit utána kutattunk, akkor láttuk azt, hogy pár éve, 2011-ben adtak egy cégnek 20 millió forintot, hogy fejleszten ki egy úszóbeton prototípust, meg is csinálta. Aztán adtak egy másiknak 100 millió forintot, az betonnal foglalkozott, most meg adtak egy harmadik cégnek, meg egy negyediknek, amelyiknek egyébként semmi köze a betonépítéshez. Ez a cég, ez egy pályázatíró cég, megjelölte, hogy hol fog kutatni, Balaton akaratján egy telken, lementünk oda, ott egy kút telken? Van. Egy telken, egy kút van ott, egy száraz kút van, ahol megjelentett, hogy ott lesz a kutatóállomás. Mi egy napozó egy se volt? Csak egy kút van ott, és utána megjelölt egy másikat is Balaton fűzfőn, ott azt nem tudtuk, mert nem találtuk meg azt a területet, de azt tudjuk, hogy onnan kijelentkezett a cég. Tehát ahol megjelent, hogy majd ott fogja az úszóbetont, tehát mert ugye Balatonban... Na most egy telken az úszóbetont, azt hogy? Hát ő azt mondta, hogy majd ott lesz majd, oda majd fölhúz egy épületet, ahol majd a kutatók kutatni tudnak, és a másik telken meg majd csinál egy kísérleti. Mennyit kaptak erre? Egy milliárd forintot. Egy milliárdot? Azt kell tudni, igen, tehát egy 20-30 millió forintért igazi valódi kutatók egyetemeken ugye összeteszik a kezüket, hogyha 20-30 millió forintot kapnak egy valódi kutatásnak a megcsinálására, ehhez képest ők egy milliárd forintot. Azt már biztosan kaptak. Tudja, hogy ezt egy milliárdot ellopták, vagy csak rossz telken jártak? Nem, a telek az ott van, tehát le van írva, megnéztük, az a telek biztos, hogy ott van. És az is egészen biztos, hogy a másik telek, ahol mondták, hogy majd ott lesz a kísérleti üzem, ahol majd összerakják ezt a, nem tudom, ásnak előtte egy gödröt, telerakják vízzel, és megnézik, hogy levege a beton. Onnan viszont kijelentkezett a cég, tehát azon a telephelyen már nincsen, azt eladta azt a telephelyet. Ehhez képest az az 1 milliárd forint, az meg lett ítélve. És van egy harmadik cég, vagy negyedik cég is, az is kapott 1 milliárdot, az elvileg betonkészítéssel foglalkozik, és a Dunaparton is van, de oda is megnéztük, és gyakorlatilag semmilyen kimenete ennek a cégnek a Dunaparton nincsen, tehát még abban sem vagyok biztos, hogy ott történik valami. Azért jó önnel beszélgetni, mert minden ilyen beszélgetés végén megállapítom, hogy már pedig ilyen ország nincsen is. De van, és meggyőződésem, hogy az embereket zavarja, és meggyőződésem, hogy az emberek tenni fognak ez ellen a 2018-as választásokon. Még egyszer mondom, ha ez így marad, kutatásokat, fejlesztésekre adott tucat milliárdokat ellopjuk, inkább 100 milliárdokat ellopjuk, akkor ott leszünk az arab országok mellett, meg az Oroszország mellett, akik amikor vége lett az olaj konjunktúrának, akkor ott állnak és szétesnek a társadalom. Nekünk olyan konjunktúránk sincs. Sem volt. Ha már a kormányváltást mondja, tüntetni készül az ellenzék egy része itt augusztus 20-án, azt mondják, önöket is hívták, de önök nem mennek velük a sajtószabadságért tüntetni. Miért nem? Az, hogy megyünk-e vagy sem, az kérdéses. Egy tüntetésnek akkor még van igazán kérdéses, akkor van értelme egy tüntetésnek, hogy ha az erőt sugároz. Én ennek a tüntetésnek a feltételeiben nem látom azt, hogy ezzel védenénk meg az újságírókat. A sajtószabadság rendkívül fontos dolog, jóval kevesebbet beszélünk róla, mint kellene. Ilyen tekintetben természetesen ennek a tüntetésnek is megvan a helye. Én nem éreztem ezt most egy olyan nagyon megszervezett és fontos tüntetésnek, ahol amitől nagyon komoly eredmény
eredményt elérhetünk, bár ne legyen úgy. Tehát én nagyon remélem, hogyha az emberek megcáfolnak, és nagyon sokan mennek ki, az is lehet, hogyha Budapesten leszek, akkor én is ki fogok menni. De még az is lehet, hogy az LMP hivatalosan is jelen lesz? Ez lehetséges. Ki tárgyal erre? Én attól félek, tehát amikor egy ilyen dolgot az ember mérlegel, akkor nyilvánvalóan azt is mérlegelni kell, hogy egy olyan tüntetés, amelyik nem igazán látványos, és nem igazán hozza meg az eredményt, az akár kontraproduktív is lehet, az még mutathatja is, hogy nézzük meg, nem zavarja az embereket, nincs ott senki. Én nagyon remélem, hogy akár ez a beszélgetés is segíthet abban, hogy menjenek el minél több. Na de hogyha önök ott lesznek, az is segít. Ennyi erővel. Tehát, hogy most arra buzdítja az embereket, hogy menjenek el, buzdítja az LMP-seket is, de az LMP maga meg hivatalosan nincs ott. Az, hogy hivatalosan ott vagyok, vagy sem, ez mondom egy dilemma. Én most úgy gondolom, hogy ez a tüntetés egy picit nem kellően megszervezett. Tehát amíg tárgyalnak, inkább azt mondja, hogy nagyon nem. Remélem, hogy nagyon remélem, hogy az emberek ebben meg fognak engem cáfolni. Köszönöm szépen. Köszönöm.